Szevasztok srácok, Caga vagyok, jelen Pedrik vagyok, és nézzétek ti is a Party Shakers-t! Porta, jöjjenek, Porta! Sziasztok, én vagyok a Boszóki a Lipocciból, ő meg a Caga a Szecseiből a Patrik. És tényleg? Én nagyon régóta dolgozom azzal, hogy a Szecseit kiírtsuk. És most nagyon örülök, hogy a Pure Beat után végre jönnek az új fekete lovasok, és az én ügyemért dolgoznak. Át is adnám a szót. Te vagyunk Baktali! Egyetlen egy dolgot szeretnék nektek mutatni. Kettő nagyon jó testvéremet hoztam magammal. A Miskolci Massimo és a mi testőrünk, az én testvéreim. Csókollak titeket! Kicsit hasonlít ez az Echo-ra, nem mondták még neked? Én vagyok kicsi Echo, az a helyzet. Na, tényleg? Tehát, nem vagyok én, mert én már el vagyok így nevezve. Ők a haverjaim! Apu! Olyan fiam! Olyan fiam! Nem te vagy a kis Kevin? Nem. Itt a hasonlás versei van ma. Én ma belemegyek! Belemegyek! Szeretem a szerelmemet! Jó, szituáción kibaszott riszki. Nem lehet kiszakenteni titeket. Hogy érzed magad? Á, kurva jól! Itt van jelenleg az Ajkai Ádám zenél. Tudtad, hogy én van most? Tessék! Tudtad, hogy most az Ajkai Ádám zenél? Igen, persze. Ugye már, azért jobb egyedül, mint magadban, nem? Hogy jó, ezt megtanultuk. Hát, előző buli feltetted ezt a kérdést, de hát... Itt voltál januárban? Micsoda? Itt voltál januárban? Én tesó, olyan interjút adtam! Ne csajoztál, nem? Ne csajoztam! Haza kell vinni ezt a nőt, haza kell vinned! Ha nem viszed haza, akkor ő fogja hazavinni! Hát figyelj tesó, szerintem eddig az enyém! Haza viszem én tesó! Hallod? Hallod, nem sikerül hazavinni, téged viszlek haza! Mi van, baszd meg? Baszni akarsz? Mi van, baszni akarsz? Hát én amúgy Beethovenhofira jöttem, de Ádám Ajkai azt mindent vitt eddig nekem. Megy, mert indul, megy, mert forog a kamera! Forog a kamera! Jó! Hát hogy érezzük jól magunkat a haverokkal, meg én is, és... Mindenki bulizzon jót, legyen jó hangulat! Hello! Szia! Hogy vagy? Jól vagyok, te hogy vagy? Én most, hogy láttak így melyre jobban. Képzeld el, egyszer voltatok Ugornyán. Nem tudom, hogy egyszer voltatok Ugornyán, vagy többször voltatok Ugornyán. Mi járunk oda, igen. És volt egy csaj, aki megette a falevelet. Emlékszel? Igen, emlékszek, ja. Úgy kezdődik a videó. Barátom! Így szoktad? Nem, mert ez szőrös. Ez jó fajta, nem is szőrös, ezt kell lenni. Hogy tetszett nektek eddig a Flex Fest? Eddig kurva jó, haver! Nagyon passza! Az after party kurva jó amúgy. Azért jöttünk igazából, megérte. Meddig maradtok itt zárásig? Nyilván, majjuk végig, haver, majjuk végig. Így
itt vagyunk a hét közepén, akkor a héten most háromszor fogtok elmenni bulizni? Nem, ennyi elég lesz. Didi Airdrop, a bomba takapi, wannabe, wannabe, robban a kanabi, nekem sose kellett esvéred a buzikokat. Vége van a Beethovennak, mennyire tetszett nektek? Legjobb koncert volt! Többet, többet a Hofi! Mindig ide jövünk! Nagyon jó! Legjobb! Elmúlt éjfél, itt van a közömegsüketőnök. Itt van az Ajkai Ádám, a Caga, a Katabul DJ, a Patrik, a DJ Franky. Mit szólsz ehhez az after felhozatalhoz? Teljesen jó! Amire lehet vibe-olni, az jó! Emlékszel rá egyébként, hogy mikor találkoztunk legelőször? Nem tudom, valószínűleg azért nem emlékszem, mert nagyon részeg voltam. De egy momentum nagyon megmaradt, amikor ott voltunk együtt Kecskeméten, a Don Beach-en, és irdatlanul illuminált állapotban voltam, és találtunk két kocsi között valami emberkét, akit... Akkor találkoztunk legelőször. Ah! Az az volt. Hát srácok, hát ez anélkül, hogy mondtam volna, hogy ez az első alkalom, én azt hoztam föl legjobb emléknek. Ez egy nagyon jó sikerült interjú. Teljesen jó dolog. Sziasztok! Ez itt a Party Shakers, nem mással, mint az öreg Ajkai Ádámmal. Viccen kívül nem régóta ismerem a Party Shakers, de mióta ismerem, azóta benne akarok lenni a műsorban. Tehát most per pillanat 23-ban social media, DJ acting. És amikor én legelőször úgymond felkerültem nagy színpadokra a World is Mine által, akkor színpadi act, social media. Most ennyit változott a világ? Ha változik a világ, mint ahogy Darwin is mondta, azok maradnak fent mindig a legjobban, az meg azonosulni tudnak azzal, ami per pillanat most van. És most az van, social media, színpadi act. Nekem még mindig a kommunikáció fő csatornája az az, ahogy felállok a színpadra, és ahogy elkábítom őket azzal, hogy mi ezt teszek oda, és mire készülök, mi az, amire ugranak, mi az, amire nem. Nekem ez még mindig is elsődleges marad. Én nem vagyok ilyen darwinista, nekem sajnos nem működik az, hogy túllépjek azon a momentumon, amikor fellendülés jött a social médiával, és a színpadi act az pedig itt van. Mit szólsz, hogy itt lesz ma este a Katapult DJ? Hát végre lesz egy olyan DJ act, aki kiüríti a termet. Szerinted ezért rakták őket a legvégére? Ne viccelj, persze, csak túl jövő, be az meg rendesen. Katapulték, mi? Bazzak mindig azt mondja, jó, hülye Szecsei, meg ilyenek. A Szecsei? Katapult gyerekek. Ha el akarsz jönni egy olyan buliba, ahol egyből hátat akarsz fordítani és hazamész, eljössz a Katapult DJ-re. Fúj, bazd meg! Elviszi a vodkát, vágod. Tehát eljön ide ingyen, bazdok betezek a kocsi ingyen, az én vodkámat, mint felépőket elviszi. Vedd föl, nézd. Viszi a Beethovennak, viszi. Ő nem kapott piát. Hova viszed, szemüveges kópé? Én ajánlottam be, hogy a téged. Azt a mindenit. Nézd, új menedzserem van. Hello. Hello. Most sokkal józanabb vagy, mint Őserdő Fesztiválon. Na most már értitek, hogy mi a faszról beszélek, van. Mi az a dátum a fejedben, amikor elkezdtél zenével foglalkozni? Hú. Az is elég, ha megmondod, hogy megszülettem-e már, vagy nem? 99? Hát születési évem 94. 98? 8? Nem. 9? Mindegy. Úgy lettem DJ, mindig megkérdezik, voltam interjúzi Viva TV, meg ilyen lófaszok, szóval még egyszer, csapogető. Voltam interjúzni Viva TV, meg rádiónál, meg ugye minden, meg a rádiójegyes DJ vagyok, és mindig kérdez, hogy lesz valaki DJ? És én nem tudom, sok barátomat láttam, hogy úgy lesz DJ, hogy tanult otthon, elment produceri suliba, letette, megcsinálta, küzdött érte meg minden. Én voltam egy buliba, ahol szervezők jó ismerőseim voltak, és olyan részeg voltam, hogy felemeltem a kezem a DJ mellett, és amikor ő elkezdett hype-olni, beleütött a kezembe, és leborult az összes vodka a DJ pultra, megállt a zene. És akkor képzeljétek el, hogy levetkőztem, lekaptam a pólómat, tudtatták mesztelenül, egy dagadhassal, levettem a pólómat, megtöröltem a DJ pultot, full száraz lett, és az utolsó törlésnél elindítottam a play gombot.
És nézett mindenki, hogy anyád, ez a gyerek egy DJ. Tesó, ezt most halál komolyan. És akkor utána azt mondták, hogy te DJ vagy? És mondom, hogy jó, viccből mondtam. És akkor azt mondta, jó, tiéd a következő egy óra. Egy órán keresztül olyan DJ setet játszottam, hogy reggel 5-kor végeztünk, és 5 óra 40-ig így jöttek az emberek, hogy még egyet, még egyet. 40 percen keresztül minden zené, még egyet. És ott maradtam, még 40 percig. Porque te quiero, ne nyom bele. Ismerős a helyszín, nem? De látom, átöltözte. Nyugodtan, ami kimaradt a januári interjúban, a sushi nem ághatom. Pedig igazából én azóta itt vagyok, tesó. Csókollak Ádika. Ha tehetnéd, minden héten itt lennél Nyíregyházán, nem? Ha tehetném, az égbe kiáltanék fel. Figyelj, a hangom messze a szél! Nagyon új fellépőnek számít a Betahoffi, nem tudom, hogy találkoztál-e már vele, hallgatod-e a zenét esetleg? Tudom, hogy persze, kiről van szó, viszont nem találkoztam még vele, nem voltunk egy line-upban eddig soha. Volt régen ez ilyen kívánságműsor, én nem néztem, nem tudom, emlékszel rá, hogy kívánságokat teljesítettek gyerekeknek. Igen, igen. Hát ha te még benne lehetnél, akkor te ezt kérnéd szerintem, hogy találkoznak a Betonhofival. Feltétlen. Ugye teljesítjük is. Pont január után volt egy nagyon nagy volumenű rendezvény a Szimbolban, amiről beszéltünk, nagyon, hogy majd milyen lesz. Utána nem találkoztunk. Ez másnap volt, amikor megvalósult azt az eget. Nagyon nagy. Sikerült akkor. Parádés volt, leírhatatlan buli volt, nekem az a top, a number one, az egy nagyon erős rendezvényre sikerült. Hál' Istennek minden úgy sült el, ahogy elterveztük. Nagyon jó volt, jó most volt. Most jött ki egy-két hete az új zenéd is a YouTube-ra, hogyha jól láttam. Igen, igen. A Pataki után gondoltam, mindig kell valami újdonság. Készülnek egyébként folyamatosan a zenék, még nyárig azért legalább, hogy kettővel szeretnék kijönni. Napon itt voltunk Nyíregyházán a Flex Fesztivál első rendezvényén, nagyon sok fellépővel. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Addig is sziasztok!